Sziasztok! Hello, sziasztok! Az a helyzet, hogy tökre így meg vagyunk hatódva, és felülmúlja a várakozásainkat, hogy milyen sokan támogattak minket. Most már az elmúlt nem is tudom hány videó alatt így elkezdtek megjelenni ilyen köszönjük szépen összegek, és tök jó fejek vagytok. Tudjátok, a horgász videó készítése az egy rögös műfaj. Pofonokat adunk, pofonokat kapunk. És Machiavelli óta tudjuk, hogy a horgász videó készítéséhez három dologra van szükség. Pénzre, pénzre és pénzre. Úgyhogy az a helyzet, hogy miután már van egy zseniális operatőrünk, rendezőnk, vágónk, van egy fantasztikus mesterhorgászunk, van egy még az ezeknél is lényegesen fantasztikusabb kezdőhorgászunk. És van egy drónunk, ja, az már nincs. Szóval mindezek mellett még egy csomó pénzre is szükségünk van, azért, hogy vehessünk magunknak egy jachtot, a szigetet. Személyzetes szigetet, nagyon sok halat, hogy legyenek a filmjeinkben például halak. Mert azt vettük észre, hogy így elemeztük kommunikációs szempontból a videókat, hogy a halak például hiányoznak belőle, úgyhogy rájöttünk, hogy a legegyszerűbb módja annak, hogy legyenek halak a videókban, az, hogyha veszünk halakat. Úgyhogy légy, küldjetek pénzt, még sokkal többet, és akkor mi még jobb fejek leszünk, még jobban fogunk mosolyogni, és még több hal lesz a videóinkban. Fogjuk a halat amúgy, csak nem rakja bele Kevin a filmbe. Ti fogjátok? Mi fogjuk. Ja, mi? Mi fogjuk a halat. Csak ilyen minimalista filmeket szeretik. Tegnap is fogtam egy akkorát, ami majdnem akkora volt, mint a csali. Viccen kívül tökre, én például tökre örülök. Én is. Azt gondoltuk, hogy nem csak kérni fogunk pénzt, hanem el fogjuk azt is mondani, hogy miért kérjük és mire költjük ezt a pénzt. És időközben ezt még reggel nem gondoltuk, de azóta az is kiderült, hogy például drónra is fogjuk költeni, mert az útközben, hát hogy mondjam, csak először egy hullámsírba került, aztán sikerült onnan Kevinnek kibányásznia. Ha kiszárad, akkor értesíteni fogunk benneteket arról, hogy akkor nem kell drónra pénz végse. Hogy akkor a pénzt azt hamburgerre költöttük. Viktor, már volt, aki megegyezte kommentben, hogy ha megnézi a régi Predator tévés videókat, akkor szeretne Viktor feleségének a főztjéből ő is kapni, mert látszik, hogy milyen finom. Úgy ez igaz. És szóval, hogy ehhez sok hamburger kell, kolbász, hús, disznó, marha, halat nem eszik. Tehát, hogy CNR, Viktor nem eszik halat, úgyhogy kénytelen más élőlényeket elfogyasztani, amik nem a vízben élnek, és ez is például rengeteg pénzbe kerül. Kitaláltunk például egy koreográfiát, hogy hogyan mutassuk be majd az új halahalas mörcsöket, ahhoz például kellenének ilyen fotomodellek, ők is tök sok pénzt kérnek, és itt elérkezünk ahhoz a ponthoz, hogy azt is el kellett, hogy engedjük, hogy csak úgy sorsolgassuk ezeket a nagyon menő halahalas dolgokat, hanem csináltatni fogunk, és nagyon sok pénzért árulni fogjuk őket. Nem, amúgy a viccet félretéve, megcsináltuk ezt a, vagyis Kevin megcsinálta a... Minek hívják? Patreon! Igen. Most nem jutott eszembe, nem azért, mert nem mertem mondani. Amúgy Patreon. Megcsinálta. Tini Patreon. És arra jöttünk rá, hogy igazából az senkinek nem jó. Se nekünk nem jó, se a nézőknek nem jó. Mert az, mire kész lett, erre rájöttünk. Mire kész lett az oldal, és úgy döntöttünk, hogy egy ilyen olyan céggel felveszük a kapcsolatot,
ami amúgy is ilyen pólókat, meg ilyesmi dolgokat. Nem amúgy is ilyen pólókat, hanem a legmenőbb, a világ legmenőbb zenekarainak és a világ legmenőbb filmsorozatainak a különböző ilyen ajándékterjét és pólóit árulja. Tehát hova máshova tartozna a Holahal, mint sem a világ legmenőbb filmsorozatai közé, így a megfelelő helyére kerül a Holahalas póló is. Meg a mörcsök, inkább nevezzük mörcsnek. A magyar, a szép magyar Holahal szótár szerinti mörcs. Amúgy is kérdezték, hol lehet mörcsöt venni, majd akkor majd nagy jó megmutatjuk, hogy hol. Ott hogy, a Google térképen megmutatjuk, hogy hol vannak a mörcsök. Köszönjük szépen a figyelmet. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy elvicceljük ezt a dolgot, de nem így van. Egyébként tényleg örülünk, hogy ilyen sokan nézitek, meg most már túlléptük a 9000 feliratkozót. Nekem 10000 volt az álmom. Még mindig az. Szerintem öles léptekkel haladunk. Jaj. Olyanokat mond a YouTube, hogy legalább valamilyen 60%-a a videóink nézőinek nincs feliratkozva. Úgyhogy ha most te az egyike vagy ezeknek, akkor gyorsan szégyeld el magad, keresd meg ezt a kis piros gombot ott a videó alatt, amire rá van írva, hogy feliratkozás vagy subscribe, attól függ, milyen nyelven nézed, és nyom meg, légy cik össze. De az is lehet, hogy subscribe, de nem biztos. De úgy senki nem fogja tudni, úgyhogy... Lehet, hogy ez volt a baj. Elment az eső. Ennyi vissza horgászni. Köszönjük szépen. Sziasztok! Lehet, hogy így ki kéne menni, ezt lekötni, ezt itt dobni ezt a sávot. Mit kéne dobni? Ezt a sávot, ahol ugrált a hal. Mögöttünk. Pont azt, ahol a hal ugrált. Ott bárki tud halat fogni.